Kitörő szeretettel üdvözlöm a Kemény Idők Podcast új és visszatérő hallgatóit és talán rajongóit. Az én nevem Voszti Ferenc, még mindig, és ma vendégem Nemezzé Márió, költő, kritikus, esztéta. Szia Márió! Szia Feri! Sziasztok, kedves hallgatók! És a Márióval ma a John Carpenter, mondhatni, hogy klasszikusáról, a Sötétség fejedelméről, a Prince of Darknessről, erről az 1987-es filmről fogunk beszélgetni. Nagyon örülök, hogy a Márió a vendégem, mert szerintem nagyon sok mindent fog, érdekeset, véleményt és tényt elmondani erről a filmről. És örülök, hogy Carpenterre végre rákerült a sor ebben a podcastben, mert számomra legalábbis az egyik legmeghatározóbb rendező az én filmes rajongó pályafutásomnak és egyéb pályafutásomnak egy nagyon-nagyon meghatározó alakja, talán az egyik legmeghatározóbb, aki él és mozog. Márió, neked Carpenterrel való viszonyod milyen? Mondhatom, hogy hasonló, mint neked, tehát számomra is egy alapvetően meghatározó figuráról van szó, aki így nagy mértékben befolyásolta a ízlésen kialakulását, vagy egyáltalán azt, hogy mit gondolok a... Hát főként ugye a horrorfilmekről, bár ugye ő számos műfajban dolgozott, de mégis azt gondolom, hogy nekem talán a horror irányból volt igazán egy alapvetés. Igen, ugye podcastnek magának az akciófilmek a témája, az október, ez csak egy ilyen horror speciál, tehát... És ezért jó, hogy Carpenter más filmeket, ahogy említettem, más filmeket is csinált, akciófilmeket is, amikre majd a később, október után sor kerül majd ennek a podcastnek a során. De az biztos, hogy Carpenter legismertebb a horror filmjeiről, hát a Twitteren is a saját Twitter handle-ja az a The Horror Master, úgyhogy ő sem tagadja meg igazából ezt. Tisztában van vele, hogy mi lesz, mit hagy maga után, ha majd eltávozik esetleg, mert elnézést, hogy ilyen morbid témába megyek át, és kétségtelen, hogy legalábbis szerintem újra csak, a legtökéletesebb filmjeit, a legemlékezetesebb filmjeit azt a horror műfajban követte el. A Prince of Darkness, a Sötétség fejedelme, ez egy érdekes utat járt be, amikor 87-ben bemutatták, akkor szó szerint szétszették a kritikák, és ez egyébként jellemző Carpenter pályafutására a 80-as évek végéig, hogy elég lenézően bántak vele, és ezen ő maga sem igazán tudta túltenni magát a mai napig. Olcsó, hát szinte úgy beszéltek róla, mint egy olcsó szarról, és semmiféle értéket nem nagyon fedeztek föl benne. Míg mára, én több olyan véleményt is hallottam nem régiben, hogy a legjobb filmjének tartják, amit viszont én tartok túlzásnak, de az kétségtelen, hogy egy nagyon-nagyon jól sikerült horrorfilm. Hát igen, ez egy érdekes dolog, ez a, egyrészt a kortárs recepciónak, vagy a kortárs visszhangoknak ez a furcsa, akár ilyen egyértelműen negatív jellege, amit te is megemlítettél, hiszen több olyan tényleg klasszikus Carpenter mű is erősen kikapott, erősen lesavazták már a megjelenés idején, ugye ezen így lehet csodálkozni, hiszen ezek már ilyen filmklasszikusoknak számítanak, ugye a 82-es A dolog című, ami nekem igazából talán a ultimatív, legbelsőbb kedvencem a Carpenter életművel. Yeah. Tehát, hogy azt, az így totál megbukott, tehát a kritikusok szemében is. Ugye ott érdekes volt, hogy az IT-vel egy időben jött ki, és sokan így magyarázzák ezt, hogy gyakorlatilag itt ez a földön kívüli találkozások témája, tehát, hogy ott a korszakot valahogy éppen az IT-re volt fogékony, és ezt a dologszerű, hát kozmikus horrort ezt valahogy nem bírták feldolgozni. Ez a duda, ez mi volt? Ne haragudj. Hát látod, ez a... Ja, nyitva az ablak, jó, oké. Okay. Az ablak, ez gondold el a kozmosz véleménye erről a kérdésről. Illesszük be a kontextusba. Illesszük be a kontextusba, ja. Igen, teljesen igazad van, hát ott, hát nem tudom, hogy mennyi ebben az igazság, de szerintem elég sok, hogy az IT miatt bukott hatalmasabb a dolog,
és ott kezdődött meg, ott kicsit ott megbicsaklott Carpenter lelkesedése, ugye saját pályáját illetően, és onnantól kezd el egy ilyen kimondottan furcsa, keserű hozzáállással hozzáállni a filmkészítéshez, mert túl sokat rakott bele a lelkéből abba a filmbe, és túl jó az a film, szerintem is a legjobb Carpenter film, ahhoz, ahogy elbánt vele a box office, és ahogy elbántak vele a kritikusok, mert igen, az a film is csak egyrészt a videóforgalmazás során, illetve az azóta eltelt évtizedek során nyerte el azt a helyét a rajongói szívekben, ami igazából megilleti. Hát meg ugye ebben az egész dologban, hogyha ezt így történetileg nézzük, meg azt mondhatjuk így ilyen geokulturálisan, a Carpenter is beszél arról, amikor így ezekről az életművének a visszhangjairól emlékezik meg, akkor ő is nyilatkozza például azt az érdekes dolgot, hogy ugye, hogy Európában, ugye otörként, tehát ilyen kvázi szerzői rendezőként kezelték őt mindig, miközben Amerikában meg ezt a középszerű iparos címkét érdemelte ki a rossz májú kritikusoknál. Tehát, hogy ennek van egy ilyen lokális, vagy hogy is mondjam, tényleg a nyugat-kelet-európa versus amerikai filmszemlélet közti különbséggel is magyarázható ez. Igen, igen, igen. Ugye a Prince of Darkness, a Sötétség fejedelme, egy olyan film bukása, és ez a nevetséges, hogy szinte végig bukásokról kell beszélnünk a 80-as évekbeli Carpenter filmek kapcsán, pedig, és majdnap látjuk, hogy az egyik legkreatívabb rendező, aki valaha működött. Szóval egy olyan film bukása után készíti el ezt a Prince of Darkness-t, nevetséges pénzből, ami az egyik legkreatívabb filmje, ugye a Nagy Zürk is Kínában, ami szintén abszolút nem érdekelte az embereket. A jellemző szerintem a Carpenter 80-as évek felül filmjeire, legalábbis a dologra, a Nagy Zürk is Kínábanra, erre kettőre főleg, hogy nincs olyan igazi igénye arra, hogy hasson az amerikai befogadóra, tehát a multiplex kompatibilis nézőre. Nem érdek, szeretne nyilván siker lenni, mert hülye lenne, ha nem akarna siker lenni, sikeres rendező lenni, de nem nyalja ki a nézőségét, ha lehetek ennyire egyszerű. Tehát próbál a maga módján nagyon egyedi lenni, és ez az, ami mindkét filmben visszaüt Carpenterre. Tehát nincsenek a filmjeiben olyan motivumok, amik kipányváznák azt, hogy rá tudjon esni valamire a néző. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, tehát egyrészt itt a 80-as évek termésével kapcsolatban például az egy most abból a szempontból, ahogyan erről beszélünk, hogy tehát itt hihetetlenül jó filmek voltak. Igen. Tehát itt a 80-as években, és tényleg Carpenter, hogyha így történetileg nézzük, a 80-as évek emblematikus alakja, tehát esztétikájával, filmzenéjével, képfelfogásával, stb. Tehát ezek beleégtek egy generációnak a kollektív tudattalanjába ezek az alkotások, és hát látható, hogy ugye a 90-es években bicsaklik meg aztán a történet. Én azt mondom, hogy az Őrület torkában után kezdődik el. Én csak annyit hagyd tegyek hozzá, hogy számomra minőségileg bicsaklik meg a 90-es években, de a bukások már a 80-as években jönnek. Tehát az, ami kikezdi az ő szellemiségét, kikezdi a lelkesedését, de azért ő megy tovább, hát nyilván ez a szakmája meg ezt akarja csinálni, de és igen, a 90-es évek az, ahol viszont tényleg lemegy a színvonal. Hát én, igen, hogy is mondjam, ez egy érdekes, én most így az utóbbi egy hónapban így több Carpenter, vagy nagyjából így végignéztem újra így a dolgokat, és nagyon érdekes ez a dolog, hogy egyrészt keményen tartja magát a csávó. Én most olvastam vele egy ilyen tavalyi interjút a Vulture magazinban, és hihetetlenül képbe van, és követi saját életművét, azt is, ami történik a világban, meg ami az ő esztétikájához kapcsolódik, az ő utóéletét, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon penge, még így öregkorára is, és hogy is mondjam, keményen tartja meg, képviseli ezt a speciális Carpenter-féle szemléletet máig.
De ugye, hogyha megnézegetjük a filmeket, akkor érdekes az, én itt a minőségi változásra, amit te is megpendítettél, erre utalnék vissza, hogy ugye az a fajta dolog, ez az ő gondolkodásában, ami mindig ott volt, hogy egyrészt ő egy ilyen elkötelezett műfai filmes, tehát hogy műfajokban gondolkodik, és ezeket történetileg is kontextualizálja, meg vannak az előképei a Howard Hawks-tól, Hitchcockon keresztül, stb. Stb., akiket idéz, utal rájuk, beépíti, stb., de ott van benne az a hozzáállás is, hogy tényleg azt akarja, hogy ezek a filmek úgymond szórakoztatóak legyenek, tehát hogy ott van benne ez a pop faktor, mondjuk így, ami azt hiszem, hogy a 90-es évek termésében, tehát már tényleg erre a kicsit így, hogy is mondjam, ez a mindig ott lappangó bémozis karakter, ez így eluralkodik a dolgon, és banalizálódnak ezek a filmek, elvesztik ezt a összetett, a 80-as évekre végig jellemző, ilyen újító, előremutató, és hogy is mondjam, a hagyománnyal dolgozó, tehát a saját műfaji hagyományával dolgozó jelleget, vagy hát így kiveszik belőle valahogy ez az invenció valahol, nehéz ezt körülírni, mert hogy is mondjam, én most csak egy példát mondanék, hogy itt van ez az 1980-as köd, ami egy klasszikus Carpenter film, és jellegében is ehhez a Lovecraftiánus, gótikus hangulathoz kapcsolódik, ami ugye a mi mai témánkhoz is illeszkedik, ugye a sötétség fejedelméhez, de valahogy ugye ez mind is egy ilyen kalóz kísértetek. Ugye ez itt a dolognak a lényeg, hogy van benne valami annyira ilyen, ponyva magazin, annyira egy ilyen, van benne ez a, tényleg ott van benne ez a, hogy is mondjam, ez a B-mozis burleszk anyag, hogy veszed komolyan, tehát ezeket a rothadó kalóz zombikat valójában, és itt én nekem ez most újra néztem, és nekem tengei élen egyensúlyozott a film, de mégis a 80-as években a zenével, a atmoszférával, a hangulattal, a színekkel, ami megint egy fontos szempont a Carpenter vizualitásában, tehát a színkezelés, meg a sound design, tehát mégis meg tudta csinálni, hogy a dolog túllép ezen a kempiségen. És tényleg hátborzongatóvá válik, miközben úgy, ha belegondolsz egy pillanat, hogy hátrébb lesz, hát mégis hogy tud az ember rettegni ilyen kampós kezű kalózcsávóktól 1980-ban vagy 2023-ban, de mégis meg tudja csinálni. De később ez a 90-es évet ez már nem sikerül igazából. Tehát ez a kempiség, ez így legyőzi. Mert valószínűleg azért, legalábbis szerintem, mert a 90-es évek posztmodernje ennek már nem ad helyet. Tehát a posztmodern behoz egy olyan cinizmust, ahol ez már nem él meg. A pulp nem él meg igazából. Tehát a valódi ponyvás hozzáállás nem él meg. És azóta ez van sajnos. Ez nem egy üdvös dolog, ami történt. Hát igen. Illetve talán így finomítanám azt is, amit én mondtam annak alapján, amit te hozzáfűztél, hogy ugye ez a, hogy is mondjam, a ponyvának ez a egyenes szuggeszivitása, erre már nem vagyunk, tehát már nem hisszük el, hanem már campként nézzük, vagy így ironikusan, ösztönösen, tehát valahogy így, míg a köd az elhitette velünk ezt a világot, és képesek voltunk nézőként így immerzíven belelépni, tényleg a 90-es éveknek ez a posztmodern átalakulása, hát már egyszerűen túlságosan is ezt a ironikus, kempes, idézőjeles hozzáállást váltja ki a nézőkből is. Egyszerűen nem hiszük el a mesét, hát, ugye, hogy... Igen, pontosan erről próbáltam utalni, hogy ezért kellemetlen, sőt, akár hogyha túlságosan túlzásba akarok menni, akkor mondom, hogy tragikus ez a fejlődés, mert az igazi eltökélt mesélőket, akik nem cinizmussal, ironia nélkül állnak hozzá ilyesmihez, azoknak teljesen elővi a lábát, és előtte a Carpenter lábát is igazából. Hát miközben a Carpenter azért fogékony volt erre is, tehát hogy is mondjam, azért a filmjében ezzel az egész ilyen ponyva hagyománnyal kapcsolatban azért mindig ott volt, már ő magában is egy ilyen
hogy is mondjam, reflexív szemlélet, tehát hogy tehát egy kis irónia, egy kis félmosolya Kurt Russellnél a Menekülés New Yorkban, tehát hogy ezek meg a Nagy Zürkis Kínában, tehát hogy azért ott volt ezzel a hagyománnyal mindig egy ilyen kis játék is, játékosság is az ő filmjeiben. De amúgy, amikor bejött ez az egész ilyen posztmodern átalakulás, azért mondjuk fel tudta venni a sebességet a Carpenter szerintem. A 90-es évek elején az Őrület torkában az mégis egy ilyen igazi, ilyen meta, az egy ilyen meta horror tudott lenni, és bőven itt ezt az egész ilyen sikoly világot, ezt így tudta überelni. Tehát a maga reflexivitásával. Az Őrület torkában az nálam örök vita téma lesz, ugyanis én utálom azt a filmet. Uh-huh. Akkor utáltam, amikor tudom, hogy ez most hatalmas felhördülés kelt abban, hogy annak a szájából, aki ezt hallgatja, de már amikor először láttam, utáltam azt a filmet, nem csak, hogy nem szeretem, utálom azt a filmet, és pontosan ezért, mert ezek a reflexiók túlzásban vannak hűve benne. Tehát az önreflexió, és ha megérdemli a műfaj, hogy kigonyolják, abszolút, ki kell gonyolni, mert csak úgy jutunk előre. De úgy érzem, hogy ott csipegett Carpenter ezekkel a kicifrázásokkal, bizonyos dolgokat kipiecez magának, és utána elfelejti, és az egész nem áll össze egy olyan, még abban a Lovecrafti káoszban, amit abban a filmben teremt, még egy annyira vélt egészé sem, amennyi segíteni azt, hogy ez a filmnek bármiféle narratív gerince legyen. És pontosan az, hogy nem adja egy illúzióját számomra egy egész filmnek, az nem teszi a szememben kedvessé. De tudom, tisztában vagyunk vele, hogy tömegek imádják azt a filmet, és azt abszolút mindenki a jó Carpenter filmek közé sorolja. Én sajnos nem tudom ezt megtenni. Igazából annak kapcsán, amiről most ahova eljutott a beszélgetésünk, tehát én így teljesen értem, hogy miért nem szereted különben. Én szeretem, tehát én igazából talán jobban is szerettem, mint a Sötétség fejedelmét. Uh-huh. Most, mivel újra néztem a Sötétség fejedelmét is, ezért most így erősen él bennem, tehát hogy talán föl is jött így a belső képzeletbeli Carpenter listámon. Uh-huh. Nem az volt a kedvenc filmem, mondjuk benne volt az első négyben, de most ez itt feljött. De értem, mire gondolsz, én, hát nyilván ez egy, az egész Lovecraft hagyománynak ez a Őrület torkában, ez egy ilyen metareflexív, kommentárja, mondjuk így. Én nem gondolom, hogy ez gúny különben. Én például azt gondolom, hogy ez a posztmodern irónia, ez nem mindig gúny, meg nem mindig cinizmus. Van, amikor, hogy is mondjam, az anyaggal való reflexív munkának egyfajta ilyen hedonisztikus, felszabadult változata. Én ezt nem látom mindig cinizmusnak. Főként a Carpentertől nem biztos, hogy ezt tudom cinizmusnak olvasni, akiről hát egyértelmű az életművét végignézve, hogy itt a műfajnak egy elkötelezettje, de tény az, hogy a mesének a szuverenitása, mondjuk így, vagy így a film világának ez a autonómiája az itt sérül, hiszen itt pont arról próbál beszélni, hogy a fikció és a nem fikció hogyan ütközik, hogyan válik ez egy ilyen, ugye ott a Sutter-Kane, a horroríró művei által, hogyan kebeleződik be a valóság is ebbe az őrületnek a világába. Én ebben számos finom részletet, meg izgalmat tudok felfedezni, akár így az eredeti Lovecrafti szövegekkel kapcsolatban is. De hát nézd, én például a Wes Cravennek ezeket a 90-es évekbeli dolgait, azt például cinikusabbnak látom. A Wes Craven igazából megmenti a horrort 96-ban a Scream-mel, bár ott is a Scream-mel kibékültem igazából, és abszolút tudom értékelni, hogy micsoda profizmussal van megrendezve, és tényleg a halódó horror, a 90-es évek elején halódó horrort kihúzza az árokból Wes Craven azzal a filmmel. Nem, van a 91-ben
Sok nagyon gyenge filmje van, az kétségtelen 90-es években, de például van a, nem tudom, ismered-e a People Under the Stairs 91-ben. Igen. Ahol megpróbál a afroamerikai gettófilmet összehozni a horrorfilmmel. Igen. Hallod? Bocsáss, még nem hallok. Igen. Itt vagyok. Igen. És ott érzek cinizmust, ott abszolút a Cravennél. Tehát ott tényleg a pénzre hajt, hogy valami olyasmit hozzon össze, ami akkor épp vita téma eleve, és abból csináljon filmet. És a Screamnél is nyilván van cinizmus, tehát ott nem tudom, számomra a posztmodern nem csak az iróniát, hanem eleve a cinizmus, nem tudom a kettőt külön választani, nyilván ebben nem értünk egyet, és sajnos az, hogy kikezdi a mesélést, a tiszta mesélést a posztmodern, ezzel kikezdi számomra a karaktereket is, a karakterfejlődést, ahogyan ábrázolva van egy karakter filmen, és azt a hatást, ami esetleg a katarzis teljesen kikezdi szerintem a posztmodern, de mondom, nyilván ebben nem értünk egyet valószínűleg. Ez szerintem egy izgalmas, ez egy külön beszélgetés témája lehetne ez az egész ilyen, hogy is mondjam, posztmodern átalakulása általad egy ilyen antikatartikus fordulatnak, vagy egy ilyen cinikus fordulatnak felfogott kérdése a posztmodern horrornak. Szerintem érdemes lenne erről akár külön egyszer beszélgetni. Én nem tudom, mondtad így ugye a mesélés, hát igen, ugyanakkor, hogyha már itt tartunk, azért a Prince of Darknessnek ugye a narratív szerkezete azért, és ott, hogy hogyan mesélünk el, és mit mesélünk el, azért, hogy is mondjam, az se teljesen evidens. Tehát ott is azért szerintem megvannak egy kicsit bonyolítva a dolgok, a koherenciának a kérdése az ott abban a filmben is hát már támadás alá kerül szerintem. A koherencia a Prince of Darknessben azért nagyon vicces szerintem, mert egy héttel ezelőtt, amikor megnéztem a filmet, megnéztem audio kommentárral, és ott a koherencia azon bukik meg, nem egy megtervezett szisztéma alapján bukik meg, hanem azért, mert egész egyszerűen a Carpenter azt mondja, hogy mindenféle zavaros marhaságot akartam írni, amiről én sem tudom összeírni, amiről én sem igazán tudom, hogy mit jelentenek, egész egyszerűen csak egy horrorfilmet akartam írni, és cool módon hangzottak ezek a dolgok, amik elhangzanak a filmben. Tehát körülbelül ilyen mélységig jutott, amikor megírta ezt a filmet. Ilyen terv volt a filme mögött. Igen, és fontos megjegyeznünk, tehát hogyha már itt tartunk, hogy ugye ez az azon filmek közé tartozik, amit ugye álnéven ő írta a forgatókönyvet. Igen. Tehát ugye a Martin Quatermass álnéven. Bocsánat, kijavíthatlak, Quatermass. Ezt, bocsi. Igen. Ez a név, ez nekem nagyon fontos, ez a név, aki valójában ez a Quatermass volt a filmtörténet. Igen, amúgy erről én kíváncsian meghallgatnálak, mert ugye ez egy fontos referenciája ennek a filmnek. Igen. Tehát ugye a brit kultikus rendező, ez a Nigel Neely, hogyha jól ejtem. Nem Nigel tudom. Neely, de nem rendező, hanem forgatókönyvíró. Igen. Tehát, hogy ugye neki ez az egész Quatermass világa, és különösen ez a Quatermass and the Pit című munka. A Nigel Neely az 50-es évektől dolgozó forgatókönyvíró volt a BBC-nél, és a műfaji szempontból talán a legfontosabb dolgot írta, ami háború után készült Európában, a TV és televíziós területen, ő írta a Quatermass trilógiát, ami három tévésorozatnak volt a forgatókönyve, és ezek teljesen újfajta dolgok voltak, addig sosem látott dolgok. A science fiction-t és a horrort hozta össze. A Quatermass az egy professzornak a neve, professzor Quatermass, aki állandóan ilyen a földet fenyegető fenoménával ütközik ennek a három sorozatnak a során, és azok az alapok, amiket a Nigel Neel ezekben a sorozatokban lefektet, és mind a három sorozatnak volt három filmváltozata is, mind a hármat a Hammer csinálta, szóval ami lefektet ezekben az ötletekben, ezekben a forgatókönyvekben, azokból táplálkozik szinte az egész science fiction, horror, vagy akár csak simán science fiction filmgyártás a mai napig. Tehát ez valami elképesztő, hogy az ő köpönyegéből ott mi bújt ki.
És hát a Carpenternek, ez a Nigel Neal őrületes, a Nigel Neal-nek a Carpenter őrületes rajongója volt, olyannyira, hogy a fölkérte a Halloween 3 forgatókönyvének a megírására is, de ott eléggé összekülönböztek. Ettől függetlenül a rajongója maradt, és hát ezért, és mivel a Prince of Darkness-nek az alapvetése az nagyon-nagyon hasonlít a Quatermass, a harmadik Quatermass sorozatnak, a Quatermass and the Pit-nek, Quatermass és a Gödörnek az alapvetésére, ezért vette át ezt a nevet, hogy igazából a Carpenter írta a Prince of Darkness forgatókönyvét, de a Quatermassként van ott a stáblistán, tisztelgésként Nigel Neal előtt. Na, most ezzel befejeztem. Igen, de ez nagyon fontos, hogy ezt elmondtad így részletesen, mert ez valóban egy ilyen nagyon erős, hát, hogy mondjam, háttere vagy intertextusa ennek az egész filmnek. A forgatókönyv, meg így a koherencia kérdéséről, én megmondom neked, engem mindig zavarba ejtett, úgymond a sztori ebben a filmben. Tehát én mindig így, amikor megnéztem, akkor mindig folyamatosan ilyen erős képek maradtak meg bennem, de igazából mindig nehéz volt így utólag visszaidézni a pontos cselekményt. Tehát tényleg van a filmnek egy ilyen nagyon fura, ilyen töredékes, álomszerű struktúrája. Én azt is olvastam, hogy a Carpenter számára például egy ilyen inspirációt jelentett az Argentónak az Infernója. Uh-huh. Itt az ilyen típusú, hát... A gyilkosság jeleneteknél én végig azon voltam, hogy ezek egy-egyben Giallo jelenet-szerű gyilkosságok, de hát az Inferno is azért bár természetfeletti horror, tehát nem pontosan Giallo, nem illeszkedik a kategóriába, de azért elég Giallós. Igen, igen, ezt én így egyetértek veled ebben. Például így, hogy is mondjam, én valahol a tükör motívumának ezt a fontosságát is visszatudnám uh-huh. kötni az Argentóhoz, hogyha ilyen motivikus megfeleléseket keresünk, illetve a gyilkosságok, amiket említesz, igen, illetve van bennük némi Cronenbergi János hangulat is. Itt erről majd lehet, hogy beszélünk, hogy ugye itt ilyen, hogy is mondjam, sokszor olyan jelenetekről van szó, amikor ugye azok talán nem is konkrétan gyilkosságok, hanem amikor a sátáni kozmikus erő megfertőzi az áldozatokat, és ez sokszor egy ilyen cseppfertőzés jellegű dologgal megy végbe, tehát valójában így a sátáni eszenciát így ráhányják egymásra a szereplők. Tehát beszélhetünk arról, hogy zöld spermát hánynak egymás szájába? Pontosan, pontosan. Hát ugye ez a zöld sperma sátán. Tehát, hogy itt ez áll itt a történetnek a középpontjában. De emlékszem itt a korábbi adásaira a podcastnek, hogy néha szoktad erőltetni, lehet, hogy ez a pont az, ahol ezt meg kéne tennünk, hogy egy kicsit mégiscsak ezt a töredékes cselekményt valahogy igen. próbáljuk összefoglalni. Van hozzá kedved, de elmesélném én is, hogyha nincs hozzá kedved. Hát szerintem kezdj bele, és akkor majd kiegészítem. Jó. Tehát Prince of Darkness, a sötétség fejedelme 1987-es film arról szól, hogy Donald Pleasence, csodálatos színész, itt egy papot alakít, aki egy öreg másik paptól megörököl egy kulcsot, és megörökli ennek a papnak a feljegyzéseit, amelyben le van írva, hogy ez a kulcs mit nyit, és mit őriz, és ő maga mit őrzött. Az öreg pap, a halott pap, the Brotherhood of Sleep, az alvás testvériségéhez tartozott, és az volt a feladatuk, illetve feladata, hogy egy külső Los Angeles-i templomban, annak az alaksorában elhelyezett hatalmas konténert, átlátszó konténert őrizzék, amiben valamiféle fenyegető zöld trutymó kavarog. És bár magában a pap feljegyzéseiben nincs benne, hogy mit őriz ez a konténer, ez az átlátszó tartály, inkább tartálynak nevezem. Ettől Donald Pleasence azonnal pánikba kerül, és elmegy professzor barátjához, és ráveszi arra, a professzor ugye körül van véve fizikus tanulókkal és egyéb zsenikkel, hogy vizsgálják meg komolyan, alaposan ennek a tartálynak és a tartalmának a történelmét, és mert itt valami nagyon nem stimmel ezzel a trutymóval, ami benne kavarog.
És igazából a film egy hétvégének a története, amikor ezek a kutatók megszállják úgymond ezt a templomot, és megpróbálják kielemezni azt, amit a tartály őriz, és bár ne tenni. Mert rájönnek, hogy aztán most már majdnem 40 év távlatából, sőt, nem, még nem, de elmondom, spoilerezhetem, és itt jön be a lore, itt jön be az a bizonyos töredezett sztori, háttérsztori, amit olyan egyszerűnek tűnik, de azért annyira nem egyszerű, szóval ez a tartály, ez a sátánt magát őrzi, nem az antikrisztust, ugyanis Carpenter egy egészen különleges mitológiát szőtt emögé az egész mögé, tehát itt a sátánnak a fia, az nem az antikrisztus, hanem a sátán maga a fia egy antiistennek, aki millió évek óta egy másik dimenzióban van zárva, és amikor majd a sátán ebből a konténerből kikel, annak köszönhetően, hogy megfertőzi ezeket a tudósokat, akkor majd csak és kizárólag azért kell életre, hogy az antiistent átvonszolja a szabadságba a mi világunk. Azt hiszem, fantasztikus. Összefoglalni. Fantasztikus, Feri. Na, igen, igen. Szerintem ezt nagyon jól összefoglaltad. És hát ugye e köré van itt szőve a film, és hát ugye itt a, hogy is mondjam, hogyha ilyen egyrészt a Carpenter felől nézzük, akkor ugye a film egy olyan motivumot dolgoz fel újra, ami korábban is ugye jelen van, ez a klasszikus ostrom helyzet. Igen, hát, igen. Itt egy ilyen démoni ostrom történik, ugye ez a motivum már ott van ugye nagyon korán az ostrom, ugye ezt, amit mondhatjuk talán így a Western filmekből örökít át a Carpenter, ez már ott van a 13. rendőrös ostroma 76-os filmjében, és később is rengeteg, vagy több filmjében ezt újra meg újra eljátsza a Carpenter, és ezzel is, tehát ebben a filmben is ezt látjuk. Ugye az ostromlók, azok hát ilyen homeless csapat gyakorlatilag. Ott ez az egyetlen motivum a filmnek, ami így felnőtt fejjel. Gyerekként nem teszel ilyen különbséget szerintem, de felnőtt fejjel, ami nekem nem tetszik. Hát ez olyan, mint nekem, tudod, ezek a rothadó kalózok a ködben. Nem, hát csak az, hogy az embertelenségben még több embertelenséget szül azzal, hogy ezeket zombiként apostrofálja a elégtelenetet. Hát ugye ezt igen, és akkor itt már elgondolkodok, hogy is mondjam, itt egy így, ezt ilyen társadalom kritikusan ezt problematizálhatjuk, hogy akkor igen, ez a motivum mennyire oké, mennyire nem. Igen, mert szó szerint ugye démonizálja, tehát hogyha ezt most ideológikusan nézik, démonizálja itt egy kicsit, horrorizálja a homeless-eket, és ez nem biztos, hogy szerencsés, így a mai érzékenységünk felől nézve. De én nekem igazából a másik problémám, vagy én most másra gondoltam, hogy komolyan venni nem mindig könnyű nekem, de tegyük hozzá, Alice Cooper játsza ugye a homeless bandának a vezető szerepét, aki ilyen sátáni arccal mered rá a templomra, így napi 24 órában, és irányítja ezeket a megszállt seregeket, vagy nem tudom. Szóval ez is ad hozzá az egésznek a, hát nem tudom, most már egy cinikus posztmodern felől visszanézve, így, hogy is mondjam, így a campy faktorához a filmnek, de én bírom. Tehát, hogy ő volt abszolút a leg PR kompatibilisebb része a dolog, a film reklámkampányának. Emlékszem még kisgyerekként arra, hogy abszolút ővele akarták eladni ezt a filmet, mert tudták, hogy annyira könnyű nem lesz eladni, és ő volt az arca a reklámkampánynak. Igen, igen. Más szinten volt ő akkor, mint most. Tehát sokkal. A Carpenter beszélt arról, hogy mivel nagy pankráció rajongó, mind a kettő, egy WrestleManián, tehát egy nagy, a pankráció világbajnokságon, amit minden évben megrendeznek, találkoztak ők ketten. Tehát kb. Ilyen szinten így jöttek össze, és igen, akkor hatalmasztár volt Cooper a 80-as évek közepén, még akkor. Ma már aztán már messze nincs ott. Hát a 80-as évek emblematikus sátánrokkere, aki ugye hát ebéli minőségében nem is szerepelhetne egy jobb filmben. Tehát nézhetjük ezt így is.
Amúgy ez a pankrációmánia, ez tök őrület, ez nagyon komoly a Carpenternél. Én teljesen kiakadtam most, amikor újra néztem a Daily Eve, ugye ez az 1988-as, és... Csak annyit hagysz szakítsalak félben, mielőtt, ha esetleg bántaná, egy olyan emberrel beszélsz, aki a pankrációnak a megszállottja. Jó tudni. Jó, csak mondom. Jó tudni. Nekem fanatikus pankrációra engem vagyok. Hát ezt nem tudtam rólad, Feri, de ez tök jó, hogy kiderült. De nézd, én ezt nem gúnyolódok ezen. Ez nekem szórakoztató volt számomra, tehát csak arra utalok, hogy ott ugye ha jól tudom, a Daily filmben ugye a főszereplő az egy elméletileg pankrátor. Igen, ez a Roddy Piper, igen, egy nagy, a 80-as éveknek az egyik emblematikus pankrátora. És ott a filmben ugye ezt az egész dolgot, meg a saját szenvedélyét is, a Carpenter ezt megörökíti, és van benne egy ilyen teljesen dramaturgiailag megalapozatlan, őrült hosszú harci jelenet, ami hihetetlenül vicces szerintem, de én nagyon élveztem. Az persze. Na ott az, figyelj, ott az egy olyan használata a posztmodernnek, ami előtt leveszem a kalapomat, és tényleg működik, és abszolút elismerem, hogy ott a maga ironikus módján az egy gyönyörű jelenet, mert tényleg semmi értelme nincsen annak, hogy 10 percen keresztül egy sikátorban püföljék egymást, és mégis ez történik, és működik, mert sok minden miatt, igen, az ott működik. Mert... Amúgy, hogyha már itt említetted ezeket a dzsállós gyilkolási jeleneteket, akkor azért az Alice Coopernek is van egy ilyen, ami most itt hirtelen eszembe jut a filmből. Ugye ez a, hogy is van, egy biciklivel húz karóba valakit. Igen, igen. Tehát az, ami szerintem akár így nézhető, vagy értelmezhető elfelől, mint egy ilyen kreatív kivégzési mód. Az úgy jött az az ötlet, hogy az Alice Coopernek a színpadi showjában van ez a betét, és a Carpenter onnan vette át, tehát megkérdezte a Coopert, hogy megismételné-e azt a filmen, és mondta, hogy igen. Na hát ez... De teljesen ettől függetlenül, teljesen igazad van abban, hogy hangulatilag, és hát gondolom a Carpenternek is ezért jut a szerzőbe használni, nagyon dzsállós az a jelenet, nagyon-nagyon dzsállós. Hogyha így a lore-ról, meg erről az egész ilyen saját... magámitológiáról, amit így a film köré kerített a Carpenter, még egy kicsit akarunk még beszélni, akkor azért, hogy is mondjam, ez egy tök érdekes dolog, tehát szerintem te szuperül összefoglaltad a lényeges pontokat, ugye itt a sátánnal, az antiistennel, és ugye fontos hozzátenni, hogy itt egy ilyen kettős játék történik, tehát hogy a Carpenter itt a bizonyos ilyen teológiai elképzeléseket ütközteti a kortárs természettudománynak, ugye az elméleti fizikának bizonyos felfogásával. Tehát ugye az antianyag elmélet, illetve a kvantumfizika az, ami itt bejátszik, és ezekből a teológia és a kvantumfizikának egy ilyen furcsa hibridjéből alakul ki ez a elképzelés. Igen. Ami szerintem azért érdekes, most így én nem értek a kvantumfizikához, meg az antianyaghoz különösebben, de ez a gondolkodás, ez szerintem azért fontos, egyrészt ez visszakapcsolódik ehhez az egész Nigel Neal sztorihoz, amire utaltál, ugyanis ugye már ő nála is, ezben a Quatermass sztorikban is fontos az, hogy ugye ez a fajta borzalom, vagy a horror, vagy az ördögi negatív erők, amik megjelennek, azoknak sokszor van egy ilyen természettudományos kerete is, vagy sokszor ugye afelől is értelmeződnek ezek. Szinte mindig arra fut ki a történetei, amiket a Neil írt, pontosan amit elmondtál. Először természetfeletti fenoménának hiszik azt, ami történik, és mindig valamilyen természettudományos hipotézis állítanak fel róla, és bebizonyítják ezt a hipotézist. Tehát amikor csak a Quatermass and a Pit-et, hogy hozzam, ami egyenes elődje a Prince of Darknessnek, ugye egy londoni metrót építik, és rátalálnak egy hatalmas leletre, amiről kiderül, hogy egy űrhajó, ami 100 000 évvel ezelőtt zuhant le itt a Földön, hát
a csókoltatja a dolog is, itt a Quatermass, tehát a Ting is kb. Innen táplálkozik, és azon a környéken, mióta London létezik, furcsa, természetfeletti, nekvélt események történtek. És ahogy elkezdik egyre jobban kiásni ezt az űrhajót, és végül kinyitják, és megtalálják benne a százezer éve halott idegeneknek a hulláit, egyre jobban elharapózik az őrület Londonban, meg innen, de ennek semmiféle végül nem természetfeletti az oka, hanem ez az űrhajónak a védekező mechanizmusa. Tehát ez egy beépített védekező mechanizmus. És ott is, tehát itt, bár nem ugyanezt történik nyilván itt, de itt is egy régi elfeledett leletnek lesz rendkívül kellemetlen hatása a szereplőkre. Ami ugyanakkor a nézőt, meg hát a film szereplőit is rákényszeríti arra, hogy vizsgálják felül a emberi történelemről alkotott elképzeléseiket. Igen, igen. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos rész, hogy ugye itt hogy is mondjam, egy újfajta kvázi alternatív történelem alakul ki ezeknek a felfedezéseknek, vagy ezeknek a titkoknak a fényében. És én itt most, hogy is mondjam, itt talán a Nigel Neely féle sztori mögé utalva azért behoznám a Lovecraftot, mert szerintem ez végső soron amúgy onnan jön. Abszolút. Ez abszolút. A típusú hozzáállás. Ugye hát ez egy itt a Lovecraft szakirodalomban, meg összességében ez egy sűrűn emlegetett probléma, vagy hát kérdés, egy nagyon fontos motívum, hogy ez a kozmikus horror, társítanak a Lovecrafthoz, az ugye nem azt jelenti, hogy itt természet fölötti horrorról lenne szó. Tehát nem azt jelenti, hogy ugye az entitások, a lények, ezek az erők, amik megjelennek a Lovecrafti szövegekben, azok valamiféle, hogy is mondjam, a materiális világon túli erők lennének, hanem itt az a az ő borzalmuknak a lényege, vagy a kozmikus horrornak a lényege, hogy ezek valójában ugyanannyira a természethez tartoznak, ugyanannyira materiálisak, mondjuk így, mint mi, vagy az emberiség, ugyanakkor ezek valójában egy embertelen természetről, vagy egy embertelen kozmoszról adnak hírt. Tehát ezek hogy semmiféle kegyelem nincs bennük irántunk, mert mert a természet nem így működik. Hát igen, igen. Ezeknek a lényeknek, erőknek, jelenségeknek valójában ezek teljesen így indiferensek az emberiséggel kapcsolatban. Nem is a jó és a rossz etikai kategóriái sem projektálhatóak rájuk, vagy alkalmazhatóak rájuk. Egyszerűen ezek úgy vannak, vagy úgy léteznek, ahogy léteznek, és csak hát ugye ebben az a probléma, hogy az emberiség számára, vagy az emberi tudat számára ezek a megint hangsúlyozottan nem természetfeletti létezők, ezek sokszor felfoghatatlanok, elviselhetetlenek, és megérthetetlenek a természetről szerzett emberi tudás alapján. Tehát, hogy ezek mondhatjuk azt, hogy ezek anyagiak, de ez az anyagiság, ez a materialitás, ez tényleg kívül van, ez valami külsőből, az emberen túliból érkezik. És ezért is nagyon fontos, hogy itt a sátán az egy anyag valójában. Tehát, hogy az anyagi létező, ez a zöld trutymó, ez kezelhető, vagy így hozzáférhető, tapintható, ez nem egy szellemi entitás, van neki ilyen pszichokinetikus ereje, meg stb. De nagyon fontos a dolognak ez az embertelen materialitása. Tehát, hogy ezt ki akartam emelni, a számos ilyen Lovecraft kontextust be lehetne itt mozgatni, vagy akár hasonló analógiákat vonni, talán így a legközelebb ez az egész dologhoz a Szín az űrből című elbeszélés, amit itt behoznék. Ugye ott egy olyan meteorit körül bonyolódik a sztori, amiből egy ilyen nagyon furcsa anyag szín sugárzik ki, amit igazából leírhatatlan, megfoghatatlan a színspektrumunk által, tehát azon kívüli szín, egy szín, ami nem szín. Tehát, hogy ez egy paradoxon. De nagyon érdekesen játszik a Lovecraft ezekkel a természettudományos tudásunknak ezekkel a paradoxonjaival. Arról a film változatról, ami nemrég készült a Colorado Space-ből, arról mi a véleményed? Láttad esetleg?
Igen, láttam. Hát, nézd, Igen, én lát, igen. szoszó, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem egy rossz film, én szórakoztatónak találtam, Nicolas Cage miatt főként, én nagy Nicolas Cage rajongó vagyok, nagyon bírom az ő ilyen totál abszurdista színészi játékát. Nem biztos, hogy egy Lovecraft sztorihoz passzol ez a színészi játék önmagában, itt ez lehet, hogy így van. Meg igazából egy kicsit én azt gondolom, hogy a könnyű oldalról közelítették meg a film készítői, ugye inkább erről a testhorror irányból próbáltak ilyen hatáseszközöket alkalmazni. Ezt a ábrázolási paradoxont ezt nem fejtették meg igazából. Persze. Egy vizuális médiumban olyasmit, amit nem, egy olyan szint, amit nem képes felfogni az emberi agy, hogy elég nehéz ábrázolni. És, tehát szinte lehetetlenbe vágták a fejszélyüket, hogyha tényleg jó adaptációt akartak volna csinálni. Hát igen, de tegyük hozzá, hogy például a Szín az űrből az egyik olyan Lovecraft story, amiből a legtöbb adaptáció készült, tehát hogy éppen valami, valószínűleg épp emiatt ez izgatja a nagyon a filmkészítőket. Hát az hübris, az... Hát, igen. Igen. Amit elmondtál, az nagyon jó volt, nagyon tetszett, hogy igen, pontosan itt egy megfoghatatlan anyag a gonosz a filmben, a Prince of Darknessben, és itt jön be Carpenternek az állandó rendszerellenessége, állandó a status quo-t állandóan támadó attitűdje, azzal, hogy a katolikus egyházat semmi másra, másnak nem használja, tehát hogy a katolikus egyház szerinte ebben a filmben csak azért jött létre, hogy egyfajta formát adjon annak, hogy ezt az anyagot őrizni kell, és fennmaradjon ez az anyag érintetlenül, őrizve, addig, amíg olyan szintre nem ér a technológia, hogy szembe lehet szállni vele. Tehát semmiféle más haszna ebben a filmben a katolikus egyháznak, és úgy, mint és az egyháznak úgy általában nincsen. Hát ugye ez az egyházzal kapcsolatos ilyen kritikai viszonya más filmekben is ott van, tehát a 98-as Vámpírok például, ott is erősen erősítéseket mér. Látod, az az a film, amit még sosem láttam, nem láttam a mai napig. Hát most nézd, nem vagyok benne biztos, hogy olyan sokat veszítettél, szerintem az egy elég rossz film, így a Carpenter mérce szerint, de nyilván ott is megtaláljuk ezeket a mániákusan újra meg újra visszatérő rendezői kézjegyeket, meg motivumokat. De az egyházzal kapcsolatban én még csak annyit fűznék hozzá, hogy ugye ez az egész alternatív történelem kérdés. Tehát, hogy itt van egy titok, ami alapján, hogyha azzal szembesülünk, akkor ugye újra kell gondolnunk az emberiség eredetét, a kultúránkat. Tehát, hogy ez a típusú beállítódás, ez ott van a Kétermászente Pitben is. Igen, a Neilnek az egész munkássága erről szólt szinte mindig, hogy az emberiség története teljesen más, mint aminek mi hiszük, és ez ettől olyan borzalmasan, hát én imádom a Neilnek a dolgait, ettől olyan borzalmasan izgalmas az összes cucca, amit írt. Hát meg, hogy ez megint így tényleg visszamutat, én megint csak a Lovecraftra, tehát a túlumítót is gyakorlatilag így működik. Nem tudom, bocsáss meg, nem tudom, hogy Neil Lovecraft rajongó volt-e, vagy akár tudott-e a létezéséről az írásainak. Tehát a Neil az egy nagyon konzervatív, nyakig begombolkozott faszi volt. Nem tudom, hogy a ponyvákhoz valaha nyúlt életében, de azért csak volt valami áthallás. Ezt sajnos nem tudom. Hát én nem tudom elképzelni, hogy nem. Tehát, hogy ne lett volna ott valami kapcsolat. De nyilván a Carpenternél ezt sokkal pontosabban tudjuk. Tehát, meg erről ő nyilatkozott többet. Például az egyik ebben a tavalyi interjújában, amit már emlegettem, itt egészen konkrétan elmondja, hogy neki a horror irodalommal, meg a science fiction irodalommal kapcsolatban volt neki egy ilyen meghatározó gyerekkori olvasmánya, ez a 1944-ben kiadott Great Tales of Terror and the Supernatural című antológia, ami 52 novellát elbeszél és tartalmazott a klasszikus szerzőktől, és már ott, ugye például ott volt a Lovecraft, a kötelezett Dunwich Horror,
című szöveg szerepelt, illetve hát ez külön kiemeli a Carpenter, illetve akiket emleget sokszor az a Harry Harrison nevű sci-fi író, meg lehet, hogy meglepő módon a Bradbury. De szóval ezt most csak azért mondom, hogy a Carpenternél ez teljesen egyértelmű, míg hát ugye a Night Journey-t azt én sem tudom. Yeah. Bradbury nem hiszem, hogy annyira meglepő lenne, tehát Bradbury egyfajta amerikánát akart, amerikánát támogatott az egész életművében, és azért a Carpenterben is ott van egyfajta amerikai szeretet, csak éppen a rendszeret nem szereti, de magát, a hazát, valahogy egyfajta furcsa hazaszeretet benne van néha a filmjeiben. Tehát ez nem csodálkozom a Bradbury-n. És a Bradbury egész életművében szinte ugyanez van benne szerintem. Tehát az én kedvenc horror novellám az az October Game, ami abszolút amerikána, és ugyanakkor egy csodálatos horror novella is. Hát igen, bár mondjuk szerintem a Carpenter ezt nevezzük ezt politikai attitűdnek, ezt hozhatta a West Endből is. Tehát, hogy a hazaszeretet, de állam és rendkritika, vagy társadalom kritika annak ez a feszültségteli egysége, az azért ott a West End gondolkodásban is ott van. De mit is akartam? Igen, itt az alternatív történelem még csak ez annyit, hogy talán még egy motívum, ugye ez a földön kívüli teremtés gondolata. Itt is például, hogy ugye, hogyha át kell gondolnunk az emberiségről vallott elképzeléseinket, legyenek azok mondjuk vallásosak vagy természettudományosak, akkor sokszor ugye egy motívum az, ami ebben a diskurzusban előjön, az, hogy ugye az ember, vagy az emberi tudás, vagy az emberi kultúrának az eredete nem földi például. Ez ott van a Lovecraftnál is, illetve hát itt is előjön az, hogy a Jézus Krisztus a filmben, tehát hogy a Jézus Krisztus is földön kívüli entitás volt, aki ugye ebben a kozmikus küzdelemben a ellenlábasa lehetett a zöld tutyi sátánnak. Hát igen, hát ez is, ez különben ennek nagyon érdekes a, most én konkrétan erre a paleoasztronautikai dologra gondolok, tehát az ősi idegenek kérdésére, hogy ennek egy nagyon érdekes kultúrtörténete van, tehát tényleg, ami mondom megint csak vissza Lovecraftig, vagy akár a 19. századi okkultizmusig, tehát itt, és aztán ugye ez egy popkulturális toposszá fejlődik, vagy egy kultúra közi gondolat, tehát ugye ott az ufológia, Deniken, meg a többiek, ennek egy nagyon érdekes útjai, meg leágazásai vannak, az UFO szektáktól, az UFO vallásokig, na mindegy, ez is egy külön estét. Ez egy szuper érdekes téma szerintem. Elhinni nem kell, de élvezni az irodalmi az elődöket rajta keresztül nagyon is lehet szerintem is. És ez az, ami számomra az élvezetet jelent. Irodalmi és popkultúrás elődjeit, ennek a témának művelőit. Említetted a Hawksot, aki ugyan a Carpenternek a nagy filmes elődje, nagy példaképe, és ami nekem nagyon tetszik abban, amit a Carpenter átvett tőle, az, hogy a Hawksnak a hősei és a Carpenternek a hősei egyaránt profik, professzionális emberek. Ő, a Hawks is, és a Carpenter is azokat az embereket becsül a legtöbbre, akik értenek a szakmájukhoz. És ez a figurájuknak a lényege. És ez az, ami az egész munkásságán Carpenternek keresztül vonult, ez a motivum. Mindig próbált ilyen hősöket gyártani, beletenni a filmjeibe, és ez nekem nagyon hiányzik például a jelenlegi szórakoztató moziból, és nagy szükség lenne rá szerintem, hogy az ilyen hősök visszatérjenek. Valószínűleg ez összefügg azzal, hogy ugye ezek a hősök valamiféle, vagyis mondjuk akár néző számára, vagy ugye ezeknek a például Carpenter filmeknek ezekben a sokszor a káosszal küzdő világában egyfajta biztos pontot jelentenek. Igen, hát, igen. Hogy ezek azért is lesznek hősök, mert amihez ők értenek, az mégiscsak meg tudja úgymond menteni a világot. Tehát, hogy vagy hát jó, tegyük ezt idézőjelbe, ugye jó kérdés, hogy a Carpenter filmek mennyire, hogy is mondjam, nihilisták, nem nihilisták, mennyire negatív az ő világszemlélete, mennyire nem. De egészséges cinizmus van bennük, de legalábbis a 80-as évek végéig bezárólag, főleg a Day Livennek nagy példája,
egészséges cinizmus, aztán lehet, hogy már nihilisták is később. Hát igen, de amúgy ezek a, hogy is mondjam, ezek a karakterek, tehát akikre utaltál, ezek tényleg, ez megint egy emblematikus rész, és ez lehet, hogy a Hawkstól jön, ezt én nem tudom. A női karakterek, az erős női karakterek, az egy érdekes dolog. Ezt olvastam, hogy ezt is összekapcsolják ezzel az örökséggel, hogy ez azért megfigyelhető a Carpenter filmekben, hogy azért ott is számos példát tudunk mondani, akár ebből a filmből is, hiszen itt végső soron az egyik női szereplőnek, a Catherine Danfordnak az önfeláldozása az, ami hát mondjuk megmenti a világot. Tehát, hogy vannak ugye ezek a nagy, igazi ilyen macsó, vagy hát mondhatjuk annak macsó, ilyen igazi, ilyen maszkulin szakértő karakterek, mint ugye a Kurt Russell ennek az emblematikus példája, aki mindig visszajön és megoldja a problémákat a Carpenter filmekben, de azért fontos az, hogy nála mindig ott vannak ezek az erős női szereplők. Igen, a lezárása ennek a tudós nőnek az önfeláldozása, ez szerintem Carpenter leghidegebb befejezését idézi elő, egy hátborzongató, tehát egy olyan befejezést ad, nem szeretsz után gondolni, hogy mi történt azon a nővel, tudod? Ez ott tényleg nihilizmus, az a lezárása ennek a filmnek. Hát főként, meg hogyha mondjuk pár perccel itt tovább nézzük, tehát a dolgot, ugye, hogy az van, hogy olyan jelenetről beszélünk, hogy a zöld trutyi sátán ugye megszállja a tudósokat, vagy hát a PhD hallgatókat, és materializálódik, és elkezdi megkísérelni, hogy kiszabadítsa az apját, ugye az antiistent, mégpedig a tükrön keresztül. Tehát kvázi a tükör az egy ilyen portálként szolgál, ami keresztül megpróbálják így áthúzni a világra a antiistent, és akkor ugye ez a Catherine Danford nevű szereplő, vagy így beleugrik a tükörbe, ami összetörik, és ezáltal lezáródik kvázi ez a portál, és akkor így, most lespoilereztük a filmet, de nem baj talán, és akkor így ér véget a dolog, de én csak arra utalok, hogy ami ezután van, az ugye látszólag véget ért az apokaliptikus hangulat, de valójában nem tudjuk, hogy a fenyegetés teljesen megszűnt, vagy nem. Ugye az a másik fiatal tudós karakter, aki ennek a Catherine-nek volt a szeretője, ő rémálvával ér véget talán a film, ahol ő így felriad, és megpróbálja megérinteni a tükröt a hálószobájában, hogy az valójában még megfogható fizikai anyag, vagy az is egy portál-e, és ott ér véget a film, ahol így közeledik az ujja a szereplőnek. És ez egy nagyon drámai befejezés itt az egész filmnek a fényében, ez nekem nagyon jól így behoz, lehet, hogy ez nihilizmus, lehet, hogy nem, de nagyon jól így körvonalazza nekem azt a gondolatot, amit ugye a Viktor Wong, a professzor mond el a film elején, hogy ugye mindezeknek a kortárs tudásunk meg a fényében ugye ilyen goodbye-t kell mondanunk a klasszikus realitásnak. Tehát, hogy a nézőben is kétséget hagy, hogy amit látunk, az a film valósága az milyen állagú, milyen jellegű, hogy most valójában mi a helyzet az anyaggal, a valósággal és az emberiséggel. Meg hogy mi van azon a tükrön túl, abban a sötét-sötét dimenzióban, ahol csak egy szörnyisten él, és te vagy vele egyedül. Hát ez nagyon, na ez aztán Lovecraft. Igen. Ez aztán Lovecraft, amikor be vagy zárva egy tükör mögé egy sötét dimenzióval, egy őrült démonistennel. Igen. Ja. Mário, van esetleg, szerinted mit lehetne még a filmről elmondani? Én nagyon élvezem ezt a beszélgetést, de nem tudom, hogy tudnánk-e még valamiről beszélni. Hát én esetleg mi bedobnék egy így búcsúzásképpen, vagy itt a vége felé egy-két ilyen érdekességet, amit még elgondolkodtam. Egyrészt mondom, nekem ez most ez nagyon pozitív újranézés volt. A Prince of Darkness engem nagyon, nagyon magával vitt, nagyon-nagyon mélyrehúzott. Hát hogy is mondjam, most én is egy kicsit félve nézek a tükörbe otthon, hogy vajon mi van mögötte, nem egy portál. De a színek, egy kicsit még erre visszatér, nagyon izgalmas ez a zöld.
ez a zöld szín, ami amúgy ismétlődik a filmben. Tehát, hogy emberek ruháján, lámpák, megvilágítás, nagyon ügyesen és nagyon tudatosan játszik a Carpenter ezzel a színeknek a szimbolikájával, esztétikájával. Ez nekem nagyon erős volt. És hát tudod, itt ez most hozzá lehet tenni olyan dolgokat, ami, hogy is mondjam, gondolt-e erre a szerző, tudatos dolog-e ez, meg ilyesmi, ezt meg lehet kérdőjelezni, de azért az, hogy a sátán, tehát ilyen trutyi zöld, tehát hogy ez egy zöld trutyi sátán valójában, azért ennek van egy olyan olvasata, hogy a középkori szín szimbolika alapján a sátán színe a zöld. Uh-huh. És azért amúgy a különben az ilyen démoni lények színe is, a sárkányok, meg a különböző ilyen szörnyhüllők is ugye ehhez a zöld szín szimbolikához kapcsolódnak. Ilyen középkorrászok ezt úgy magyarázzák amúgy, hogy ugye azért a zöld a sátán színe, mert az a vadászok színe volt, a zöld, és a sátán az a lelkek vadásza. Ez egy ilyen, hogy is mondjam, nagyon szellemes. Az örök kérdés, hogy a Carpenter valóban tisztában volt ezzel, vagy ez csak véletlen? Hát ez olyan, hogy fene tudja. De szerintem amúgy, hogy is mondjam, a lehet, hogy az ilyen megközelítés már néha túlértelmezés, valamilyen szinten. Tetszett, hogy túlértelmezés, azt kell mondjam, úgyhogy nekem nagyon bejön. De szerintem, igen, nekem is ez kifejezetten működött. Másrészt ugye meg ez a, kicsit bedobtuk ezt a vagy én utaltam erre a Cronenbergi dologra, ugye itt azoknál jeleneteknél, hogy ugye ez a zöld trutyi, ez az anyag, ez ugye fertőz, de ilyen cseppfertőző sel, hogy ugye egy ilyen, gyakorlatilag ilyen hányás jelenetek azok, amikor továbbítják az egyes megszállottak ezt a kozmikus erőt, és ugye van egy olyan olvasati iránya is a filmnek, ami hát ez a 80-as évekbeli fertőzés AIDS kérdéshez csatolja vissza ezeket a motívumokat, ahogy amúgy a dolognál is. Igen, ez az érdekes a Carpenterben, hogy eltol magától mindenféle olyan olvasatot, ami valamilyen szociálisan felelős témát belelát a filmeibe. Mindig ezt így hisztérikusan tolja magát, hogy nem, nincs ilyes. És közben pontosan ezek a jó filmek, amelyek nagyon is ott vannak ezekben a popkulturális filmekben, ezek a problémákkal szembenéző motivumok, és pontosan így kell a popkultúrában kezelni őket. Tehát így vannak a helyükön kezelve, hogy a multiplexesen kompatibilis filmekben kell, hogy benne legyenek, még akkor is, hogyha a szerző ezt tagadja. Hát meg, hogy ne legyenek ilyen manifesztó jellegűek. Tehát igen, azért igen, a kortárs... Igen. Kortárs szinten sok riasztó példát is láthatunk arra, ebben a post-horror filmek, vagy alkotók esetében. Itt a, tudod, ez az egész ilyen Jordan Peele, meg ezek a világok, ahol... Igen. És ezek nem feltétlenül tehetségtelen emberek, vagy rossz filmek, ugyanakkor ahogyan kezelik szerintem sokszor ezeket a szociális problémákat, ezek ilyen tematizálások, tényleg az embernek sokszor az arc, vagy allegóriák. Tehát, igen, a modern horrornak ez a legnagyobb problémája, és most próbálok nem túlságosan konzervatívnak hangzani, mert abszolút nem vagyok az egyébként, hogy a mondanivalót, a vélt mondanivalóját teszi előtérbe, és minden más csak utána következik, és ez az, ami például a 80-as évek horrorjából hiányzott, ott volt egy popkulturális igény, ez mindent felülírt, és ha utána volt mondani való, az gyönyörű, az úgy, nem biztos, hogy gyönyörűen, de bele volt dolgozva az anyagba. De manapság mindig az üzenet, az, amit közvetíteni akarnak azon elől, és ez ellövi, nem csak a narratívának, ez egész filmnek a lábát, és ez nem egy jó folyamat hosszú távon.
Hát meg ugye itt, hogy is mondjam, itt megint így akár így kört leírva, így visszajutunk ahhoz, hogy ugye a műfaji hagyománnyal, vagy a popérzékenységgel kapcsolatban, tehát milyen viszonya van az adott rendezőnek, milyen nincs. Tehát itt sokszor a poszthorrorok esetében én azért érzékelem azt, hogy a rendezők Ben van egy ilyen kicsit ilyen eltartott kis ujjal, valahol ott, mintha tényleg érzékelném, hogy ők is ebből az anyagból dolgoznak, viszont van a hagyománnyal kapcsolatban egy bizonyos típusú lenézés. Ez a post-horror címke is ugye már azt sugallja, mintha ez egy ilyen nemesített horror lenne. És hát, hogy is mondjam, az se véletlen, hogy ez ugye ezek a rendezők inkább hivatkoznak mondjuk egy Stanley Kubrick Shining-ra, mint egy Carpenterre, akinél ugye ez a popkulturális energia, ez meg abszolút ilyen előtérben állt, és hogy is mondjam, tényleg a klasszikus filmjeiben, itt a mesélésnek az autonómiájával, itt fullba be volt vállalva ez az egész hagyomány, és komolyan volt véve. Igen, nagyon más az, ahonnan azok a filmesek jöttek, akiket istenítünk, a 70-es, 80-as évek rendező, és nagyon más, ahonnan a jelenleg dolgozók jöttek. Más a múltjuk, más filmeket néztek, és máshogyan állnak a filmekhez, és sajnos ez meglátszik a jelenlegi horroron. Nem is tudom, én nekem megvannak a problémáim ezekkel a munkákkal sokszor, az ilyen politikai allegóriaként működő poszthorrorokkal, de azért mondom, hogy vagyis mondjam, vannak azért, itt tényleg vannak képességes emberek, de tény az, hogy most egy ilyen típusú kultúrharcos kontextusban, hogyha ezt most így szabad így mondani, tehát egy ilyen kultúrharcos kontextusban születnek sokszor ezek a műfaji filmek is. Pontosan. Mário, azt hiszem, hogy kiveséztük. Nagyon jó volt téged hallgatni. Esetleg így a műsor vagy az adás végén szeretnél esetleg plagolni valamit? Valamit reklámozni? Hát talán csak annyit, és ez kapcsolódik is azért mind ahhoz, amiről beszéltünk a mai alkalommal, hogy ebben az évben, tavasszal, nyár elején jelent meg egy könyv, aminek társszerzője voltam, a Horváth Márk és Lovász Ádván szerzőkkel együtt készítettünk el egy H.P. Lovecraft monográfiát, ami a Kiárat kiadónál jelent meg, ahogy mondtam, tavasz környékén. És hát ez amúgy egy olyan kötet, itt ez nem egy általános monográfia, hanem monografikus jellegű, de van egy speciális szempontunk, ez pedig a poszthumanizmus. Tehát, hogy mi azt vizsgáljuk, hogy kortárs keretek között a Lovecraft az mennyiben tekinthető egy ilyen, hogy is mondjam, hogy lehet értelmezni poszthumanista szempontokból az ő világát, meg hogy miért izgalmas ez nemzetközi szinten ebből a perspektívából. És mivel magyarázható, hogy most azért van egy nagy ilyen weird fiction Lovecraft reneszánsz akár, mégpedig nem is csak a popkultúrában, hanem egy csomó más területre is már a csápjait kivetette ez az esztétika, és akkor ezt járjuk körül ebben a könyvben. Nagyon-nagyon jó hangzik. Hát kedves hallgatók, vegyétek meg ezt a könyvet, mert ahogy hallhattátok, Mário nagyon-nagyon ért a témához. Én pedig nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én újra csak nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Szia, Mário! Köszi szépen! Szia, Feri! Sziasztok!